Tóth Barna igazgató elmondta, kezdetben 24 órát is bevállaltak. Most csak az iskola tanulóinak szervezték meg a szép irodalmi estet a gimnázium épületében. A mai estre a korábbi évekhez hasonlóan, hiszen már több mint 10 éve rendezzük ezt az eseményt, készültünk. Először is szeretettel és a író, költő iránti tisztelettel mindenféleképpen. Korábban volt, amikor 24, sőt 25 órában is rendeztünk, illetve a gimnáziumunk rendezett Vas Albert felolvasó maratont. Az utóbbi években egy rövidített programmal tudunk részt venni az országos rendezvénysorozatban. Volt olyan, amikor Vas Albert vetélkedőt rendeztünk, az idén pedig egy szavaló verseny és egy prózamondó verseny keretében emlékezünk meg róla. A magyar himnusz éneklése után Tóth Barna igazgató méltatta Vas Albertet. A hitet és a hazaszeretetet nevezte meg két legfontosabb tanításként Vas Albertől, felidézve Takaró Mihály irodalomtörténész gondolatait. Most főleg a református vonatkozásokat szeretnénk kiemelni, hiszen ugye mi is református gimnázium vagyunk, és Vas Albert élettörténetében azért bőven vannak ide tartozó dolgok. Szólt arról, hogy milyen fontos szerepet töltött be Vas Albert az erdélyi református egyházkerület főgondnokaként, illetve hogy a II. Világháború után a magyar menekültekben világi lelkészként tartotta a lelket, felszentelt lelkész hián ő szolgált több református közösségben. A méltatás után a gimnázium volt tanulója Vetró Viktor, magyar történelem szakos egyetemi hallgató, Vas Albert Ébredj magyar című versét adta elő. Az esten az iskola diákjai vers és prózamondó versenyen vettek részt. A diákok Vas Albert műveiből olvastak fel a zsűrinek. A szavaló verseny elődöntőként is funkcionált a Református Pedagógiai Intézet által kiírt országos Vas Albert emlékversenyre. Tóth Barna igazgató, Tóth Andrea tanár és Vetró Viktor alkotta a zsűrinek. Nagyon nehéz dolga volt, hiszen szebbnél szebb szavallatok közül kellett a legjobb hármat kiválasztaniuk. Nem most ez egy szabadon választott verseny lesz, tehát szabadon választott Vas Albert művekből lesznek előadva részletek, illetve teljes művek, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni. A szavaló verseny zsűrije a gimnázium magyar szakos tanárai, Nagy Tünde Mária, Kentési Renáta és Szabó Júlia Ildikó voltak.